Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Vincenapi borünnep, kedvező évre készülnek a borászok. Teltház, 1200-an voltak kíváncsiak a 10 éves Zsikó zenekarra. Bemutató, egy új keserédes vígjáték a Német Színház színpadán. Magyar Kultúra Napja, 12-szerre rendeztek vers és prózamondó fesztivált Tolnán. Hagyományos szőlővesszővágást tartottak Szekszárdon a helyi Dicenti Dezső kertbarátkör tagjai szombaton. Az ilyenkor levágott vesszőből meg lehet állapítani, hogy érte valamilyen károsodás a szőlőtőkéket tavaly. A később kirügyeztetett ágakból pedig úgy tartják, azt lehet megjósolni, milyen termés várható idén. Az eddigi jelek arra utalnak, hogy kedvező évük lesz a borászoknak. A szekszárdi vincenapi kertbarátköri vesszővágás visszatükrözte az eddigi enyhe tél szőlőre gyakorolt jótékony hatásait. A vessző üdezölt színe, zsengesége időarányosan nagyszerű beérését jelezte előre. A nagyon fontos tényezőnek számító rügytermékenységgel úgy tűnik idáig minden rendben. Ha tudjuk a rügytermékenységet, akkor gyakorlatilag abban az évben várható fürtök számát is meg lehet határozni. Érdemes ezeket a mennyigéket szobahőmérsékleten vízbe helyezni, miután a vesszők értékességére vagy éppen relatíve gyengeségére vonatkozóan juthat újabb fontos információkhoz a gazda. A szekszárdi vincenapi borünnep elmaradhatatlan rituáléja az istifángödri termőhelyről származó vessző papi megáldása. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgál. A szekszárdi református lelkész a Jelenések könyvéből idézett, áldást kérve nem csak a vesszőre, hanem magukra a szőlő és bortermelő gazdákra is. A vincenapi borünnep, amelyen most is részt vett és megosztotta gondolatait, dr. Kozma Pál, a Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatója, most is pince látogatással és a 2019-es kékfrankos újborok kóstolásával és értékelésével zárult. Zsúfolásig megtelt a bátaszéki Kalász János sportcsarnok a Zsikó zenekar hagyományos újévköszöntő gálájára. Több mint 1200 érdeklődőt vonzott a koncert, ami egyúttal a zenekar 10 éves jubileumi műsora is volt. Negyedik éve rendezi meg új évköszöntő gáláját bátaszéken a Zsikó zenekar. Az együttes ebben az esztendőben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Már az ország egyik legtöbbet koncertező zenekara lett. A nagyszabású koncert bevezetőiben Süli János a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter köszöntötte a közel 1200 egybegyűltet. Nem először vagyok bátaszéken, hál' Istennek. A fejlődése révén több esetben van módunk a polgármesterrel, akár elnök úrral együtt szerepelni, átadni létesítményeket, úgyhogy most egy más ünnepi alkalomból vagyunk itt. Fülöp Péter a művészetért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár méltatta a 10 esztendős Zsikó zenekar. Azt mondta, az együttest hallva jó magyarnak lenni. A Zsikó zenekar az egyik legtöbbet koncertező magyar népzenekar. A 2014-es felszállott a Páva legjobb három rómus bandájának egyike. Minden túlzás és hivataloskodás nélkül olyan nemzeti kincsünk, amelyik nem hagy minket nyugodni, hanem magával hív, addig táncoltat, amíg rá nem ébredünk arra, a nagyon egyszerűnek tűnő, sokszor mégis nehezen kiejtett dologra, hogy így bizony jó magyarnak lenni.
Az ünnepelt azt mondta, minden színpad, amin fellépett, egy kihívás, de itthon a saját közönsége előtt ünnepelni a 10 éves jubileumot felemelő feladat. Itthon egészen más hangulatú, itthon ismernek minket az emberek, mi is ismerjük a helyieket és a megyében élő emberek nagy részét, akik ma itt lesznek a koncerten. Számos barátunk lesz itt, családtagunk, hozzátartozónk, és ha mondhatom így, akkor a zenekar rajongója. Úgyhogy egészen biztosan más érzés mindig otthon koncertezni, hiszen sokkal magasabban van a léc, és az embereknek is sokkal magasabb, azt gondolom, az elvárása a mi irányunkba. Úgyhogy igen, mi nagy izgalommal várjuk ezt a ma estét, és sokat készültünk, bízom abban, hogy mindenki jól fogja magát érezni. A programban olyan kiválóságok léptek színpadra, mint a címbalom virtuóza Balogh Kálmán, vagy a Lisztdíjas primás Pál István Szalonna, akik mellett a zenei rendező a Csíkzenekar alapítója, Kunos Tamás munkája is emelte az ünnep fényét. Keserédes vígjátékkal mutatkozik be új premierjén a Szekszárdi Német Színház. Egy konfliktusokkal terhes család mindennapjaiba kapnak betekintést a nézők. A darab rendezője Claudia Novotny, aki visszatérő vendég a színháznál. Egy mozgós öregember, egy fiatal lány és a család mindennapi konfliktusait viszi színre a Szekszárdi Német Színház új darabjában. A helyzet mindennapos, és a szeretet az, amely végül diadalmaskodik a konfliktusok fölött. Locz Katalin igazgató azt mondta, ez egy bármikor bemutatható mű, hiszen olyan emberi konfliktusokat dolgoz föl, melyekkel mindannyian nap mint nap szembe kell, hogy nézzünk. Én azt gondolom, hogy bármikor aktuális, tehát ez lehetett volna hamarabb is, vagy később is, tehát nincs olyan, hogy na most, mert most van egy különleges aktualitása, hanem ez mindig aktuális, hogy a generációk közötti problémák ott feszülnek minden családban, minden kis közösségben, és hogy milyen érdekes, hogy sokszor az ember ezeket a konfliktusokat nem a saját családjában tudja megoldani. A darab egyik érdekessége, hogy a főszerepet játszó Christian Barman 35 éve egy idős zsémbes öregember megformálásával kezdte pályafutását. Azt mondja, ma már jobban megérti a főszereplő öregembert. A Diáklány és a Monsignor Henry című darab rendezője Claudia Novotny, aki több darab rendezését is jegyzi már a Szekszárdi Német Színházban. Január a középiskolák szalagtűzőjének időszaka, Bonyhádon a szalagtűzés mellett bállal is ünnepeltek a helyi Arany János gimnázium végzősei. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központban tartott a sorban immár 8. ünnepségen Adorján Gyöngyi intézményvezető helyettes köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében egyebek mellett azt üzente a 12-eseknek, céljaik érdekében tegyenek meg mindent. Idén 19 diák búcsúzik a Bonyhádi Arany János gimnáziumtól. 12. alkalommal rendeztek verse- és prózamondó fesztivált Tolnán a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Az idei versenyre 25 diák nevezett, ezúttal nem csak alsó tagozatos, hanem felsős tanulók is felléptek. A zsűri tagjai úgy tapasztalják, hogy a versenyzők évről évre egyre több kortárs alkotótól választanak műveket. Itt van az ő, itt van Góra, szép, mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jóból szeretem. Bérce Szonya Petőfi Sándor jól ismert versét adta elő a 12. vers- és prózamondó fesztiválon. A vers kiválasztásánál elsősorban érzelmi szempontok vezérelték az alsó tagozatos diákot. Mert anyukám is régen ezzel lett első. Bérce Szonya nem csak versmondásban mutatta meg tehetségét, a Kesztyű lakói nyaralni mennek című mesét is nagy átéléssel adta elő. A tolnai versenyen ugyanis két kategóriában lehetett indulni. Az idei versenyre 25 diák nevezett, ezúttal nem csak alsó tagozatos, hanem felsős tanulók is felléptek. Nagyon fontos ünnep nekünk a Magyar Kultúra Napja, és erre szervezi a Kulturális Központ több éve már ezt a fesztivált, és nagyon örülünk, hogy mindig bizonyos létszámmal vesznek részt a tolnai iskolások. A zsűri tagjai úgy tapasztalják, hogy a versenyzők évről évre egyre több kortárs alkotótól választanak műveket. Ezt mutatja többek között az is, hogy idén Lackvi János és Varró Dániel verseit is többen előadták. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kézirat csomag részeként és jelölte meg dátummal csekén a himnusz kéziratát.
A világ legrégebbi és legnagyobb példányszámú ismeretterjesztő magazinjának online felületére került fel Simon László bátaszéki természetfotós egy képe. A fotós 3 éve kezdett el fényképezni, és hamar a természet ritkán látható pillanatainak megörökítésénél kötött ki, főleg a Gemenci erdőt járva készíti képeit, legújabban pedig a kifejezetten ritkán fényképezett, ott élő sasokat örökíti meg. Én ezt úgy fogtam fel annak idején, hogy rettentő jó kikapcsolja az embert. Ugye dolgozik az ember, stresszes, ugye, akármilyen szakmát vagy munkáról beszélünk, stresszes a mai világ, és ez egy irgalmatlan jó kikapcsolja az embert. Telefon lehalkít, kimegy az ember, és csak én vagyok meg a természet. Székelybált rendeztek hétvégén Bátaszéken. A településen hagyományosan ez az első közösségi rendezvény minden évben. A bálon idén több mint 130-an vettek részt. Hagyományos népviseletben táncoltak a bátaszéki Székely Unokák bájának részvevői. A 6 éve életre hívott rendezvény hagyományosan az első mulatságnak számít a településen, mondja a főszervező Molnár Péter, ám idén máshogy alakultak a dolgok. Én azt gondolom, hogy a Székely bál a bátaszék esetében minden esetben az év első bálja volt. Most az idei évben mondjuk a sportkör megelőzött bennünket, de nincs különösebben ennek nagyobb jelentősége. Lényeg az, hogy az évet úgy kezdjük, hogy jó hangulatban, jó érzéssel, és reméljük, hogy ez kitart igazából az egész évben. A Székelybált először több mint 30 éve rendezték meg a településen, és egy 5 éves szünet után 2014-ben hívták életre újra Székely Unokák bája néven. A főszervező azt mondja, évről évre egyre többen vesznek részt a rendezvényen. Minden évben az előző évnek a vendéglistáját vesszük alapul, ők a mondjuk azt, hogy alapértelmezett vendégek, csak hát a mondjam azt, hogy probléma, nem probléma ez, mert hál' Istennek így van, mindig minden közösség, minden kis csoport egyre nagyobb létszámmal érkezik, és hát így szép lassan kinőjük a helyeket. Idén a bálon több mint 130 ember vett részt, ez rekordnak számít. Szekszárdi lányok nyerték meg a női országos kosárlabda diákolimpia döntőt, ráadásul a Garai János gimnázium együtteséből került ki a legjobb dobójátékos is. Miklós Melinda a 4 napos tornán összesen 127 pontot szerzett a csapatának. A diákolimpia keretében a több mint 320 ezer nevező közül 35 ezeren jutnak el az országos döntőkig. Az itt érmet szerzők 10 többletponthoz jutnak a felsőoktatási felvételik során. 65-59-re kikapott a szekszárdi KSC női kosárlabda csapata a Soprontól szombaton. A szekszárdi együttes hazai pályán fogadta a címvédőt. Nem túlzás állítani, jobb volt a gyokis csapat, és 3/4-en át vezetett is. A záró szakaszban sem következett be alapvetően törés a szekszárdi erős csapatjátékban. Azonban a Sopron 4 nemzetközi szintű extra klasszisa közül vészhelyzetben 2, Brooks és Czerendakic a távoli dobásokban tényleg extrákat nyújtott, ami 64-59-re eldöntötte a nagy rangadót a Sopron javára. A szekszárdi csapat szinte végig pályán lévő egyik legjobbja ezúttal a másodszámú amerikai, a remek csapatmunkát végző T. Marshall volt. Végig szorongattuk a Sopront, közel voltunk ahhoz, hogy mi nyerünk ezúttal a végjátékban, de nem sikerült. Ezzel a játékkal már valóban lehet keresni valója a KSC szekszárnak, már szerdán idehaza a spanyol Gernika elleni Európa Kupa meccsen. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Elkezdődtek a földmunkák, épül a pécsi Giga játszótér. Már születése előtt megtámadta a rák, a 2,5 éves Marci több betegséggel is küzd. Suli póló bajnokság, a vízilabdát népszerűsítették a diákok körében. Elkezdődött a pécsi kertvárosban annak a beruházásnak a megvalósítása, amely még az előző városvezetés tervei között szerepelt, azonban az építőipari árak elszabadulása miatt túl sokba került volna. Közben a helyzet javult, ugyanis belső átcsoportosításokkal elkezdték a megvalósítást. A területen több generációs játszótér, rendezvénytér, elkülönített kutyafuttató épülhet.
Az első emeletig magasodik a földomb a Pécsi Nagy Ferenc tér, Szabó Ervin tér és Tildi Zoltán utcák által határolt területen péntek délelőtt. Épül a Giga játszótérként emlegetett létesítmény. Alig vártuk már. Igaz, hogy a gyerekeim kinőttek belőle, de az unokáim talán még csinálják, de hogy lógni fogok a szeren, az biztos. Nem lesz erős a hang itt a lakóknak. Igen, tetszik férni egy picit ettől? Hát én már idős vagyok, tudja. Azért már azért az ember jobban fél az ajtól. Végül is nekem gyerekem már ilyen korú nincsen, úgyhogy majd beválik, remélem. Ott itt hiányzik a játszótér, rendes játszótér, mert a környéken nincs sehol. Ezt mondták stábunknak a környéken lakók a játszótérről. Több korosztályos játszótér, felnőtt játszótér, rendezvénytér, elkülönített kutyafuttató, parkolóhely. Ezek építése szerepel a tervben. Azért nem indult korábban a kivitelezés, mert az építők több pénzt kértek, mint amennyit fizetni tudott volna az önkormányzat. Itt ugye a megegyezés történt, egy átcsoportosítási javaslat került megfogalmazásra november-decemberben. Ugye mi azt gondoltuk, hogy ezt a játszóteret nem szabad elhagyni, meg kell építeni, és erre tekintettel a módosítások alapján átveszik a munkaterületet, és megkezdik a kivitelezést. Amennyire én tudom, ez ilyen nyár környékére tervezik az átadást, de természetesen egy folyamatos felügyeletet rendeltünk a beruházás mellé, és bármilyen segítség vagy kötelezettségi kérdés előkerül, abban azonnal szeretnénk dönteni, hogy ez minél előbb megvalósulhasson. A város önkormányzata még az előző ciklusban pályázatot nyújtott be egy nagy kertvárosi játszótér építésére. Erre nyertek bruttó 100 millió forint támogatást, amiből és a kiegészítéssel nyárra valósulhat meg a kertvárosi Giga játszótér. Csak nem 150 keresztfél éves képzésben résztvevő fiatal vehette át diplomáját a Kaposvári Egyetemen. Az eseményen Kovács Melinda rektor hangsúlyozta, a diplomás értelmiség feladata a közösség szolgálata. Az elnökség ünnepélyes bevonulásával kezdődött a keresztféléves hallgatók oklevélátadó ünnepsége a Kaposvári Egyetemen. A végzősök többsége már nagyon várta azt a napot, amikor szerettei, barátai jelenlétében átveheti diplomáját. Azt hiszem, nagyon sok évet vártunk mindannyian erre, hogy ez végre eljöjjön, és most már nagyon jó, hogy diploma lesz a kezünkbe. A friss diplomások közül páran még további tanulmányaik építgetésén gondolkoznak, ugyanakkor jó néhányan már a munkavilágában próbálják meg megtalálni a nekik leginkább tetszőt és testhez állót. Hát én inkább valamilyen irodai munkán képzelem el magam, ahol nem kell annyira az emberekkel konfrontálódni. Nyilván az irodában is kell a kollégákkal, csak úgy nem úgy, mint a mindennapokban vásárlókkal. A Kaposvári Egyetemen minden képzési szint megtalálható, a hallgatók alap, mester és doktori képzésben is részt vehetnek. Professzor dr. Kovács Melinda úgy fogalmazott, a tudás mellett tartást és értékrendet is kapnak az itt végzettek, akiknek értelmiségiként komoly szerepük van a mai társadalomban. A diplomás értelmiségnek, akikre hazánk jövőt épít, elemi feladata, kötelező velejárója a közjó, a közösség szolgálata, hiszen a teremtőtől kapott, génjeikbe kódolt tehetséget nem tartogathatjuk magunknak. Ezzel szolgálni kell, hogy a tágabb közösség egy egész nemzet profitáljon belőle. Mérkőzz meg a sorssal, s ne hagyd magad! Az oklevélátadónak gondolatébresztő rektori mondatok mellett a Ripple-Rónai Művészeti Kar hallgatói is ünnepi műsorral készültek a friss diplomások és szeretteik tiszteletére. 2,5 éves, de már is óriási megpróbáltatásokon esett át egy pécsi kisfiú. Hegedűs Marcell gerincidegeit már születése előtt körbefonták rákos daganatok, ezért végtagjai lebénultak. Bár a kemoterápiás kezelésnek köszönhetően karjait már mozgatja, deréktől lefelé teljesen mozgásképtelen. Emellett glaukómát állapítottak meg nála, így szemei rendkívül érzékenyek a fényre. Édesanyja egy speciális tolószéket szeretne készítetni Marcinak, mely, mint elmondta, nagyon drága, ezért számít a segítségre. Ő
Hegedűs Marcell. A mosolygós kisfiú most 2,5 éves, azonban ilyen rövid idő alatt is nagyon sok mindenen ment keresztül. Miután az édesanyja Lilla megszülte gyermekét, az orvosok közölték vele, hogy a baba egyik végtagja sem mozog, és nem tud önállóan lélegezni. 3 napos korában Marcit MR vizsgálatra vitték, ahol kiderült, rákos daganatok fonódtak a gerinc idegeire, már az anyaméhben. 2 nappal később a csöpség megkapta első kemoterápiás kezelését, amit további alkalmak követtek. Másfél hónap múlva az eljárás eredményeként a daganatok összehúzódtak, és Marci már mozgatta a kezeit. Azonban a kezelés ideje alatt szinte semmit nem evett. Most tanul megenni, de most is csak cumis üvegből egyelőre, így 2,5 évesen. Nagyon próbálkozunk mindenfélével, mindenféle gyümölcsel, rágcsánivalóval, ropival, egyebekkel, de ő egyszerűen attól fél, hogyha belekerül a szájába, akkor megfullad valami. Tehát csak a cumis üveg neki. Bár a kemoterápiával szép eredményeket értek el, a kisfiú lábai mozgásképtelenek. Emellett, mivel deréktől lefelé lebénult, édesanyja 3 óránként katéterezi, hiszen a pici nem tudja önállóan székletét és vizeletét üríteni. Marci ülni sem tud segítség nélkül, ugyanis instabil a gerinc oszlopa. Csak úgy, hogyha 2 kis kezével kitámasztja magát valahol. Az etetőszéke is egyébként olyan, hogy ez ki van párnázva, csak ott tud ülni, vagy hogyha én viszem, és úgy fogom. Úgyhogy ezért kell egy speciális tolószék, mert az ugye méretre is szabott, és hát meg is tartja a kis gerincét, derekát, hogy ne dőljön el, mert olyan kis labilis. Házukban azonban nem tudnák használni a tolószéket, mivel a lakás nem akadálymentesített. Ezért szeretnének egy új épületrészt építeni, ahol Marci szabadon felfedezheti környezetét. Lila tavaly ismert meg egy pécsi rendezvényszervezőt. Trubit Zorán a Winterfest bevételének egy részével támogatta a családot. Napokon belül megkerestük egymást a Lillával. Ő nekem akkor elmesélte, hogy miről szól ez a történet, és én úgy gondolom, hogy talán még jókor is talált meg, mert ahogy telnek múlnak az évek, az ember már nem csak a munkájával foglalkozik 100%-osan, hanem talán eljutunk oda korba, hogy az ember segít, és megpróbál segíteni. Lila és kisfia már így is rengeteg gonddal küzd, ám a rákellenes kezelés mellékhatásaként még glaukómát is megállapítottak Marcinál, így szemei rendkívül érzékenyek a fényre. A család bármilyen felajánlásnak örül, ami könnyebbé teheti mindennapjaikat, de a legtöbbet a pénzbeli adomány segít. Kisebb kihagyás után újra nagy sikerrel rendezték meg a kaposvári sulipóló bajnokságot a város általános iskolásainak. A 2. és 3. osztályosok ugrottak medencébe, a cél, hogy minél több gyerekkel megismertessék a vízilabdát. Forrt a víz a kaposvári virágfürdő tanmedencéjében, csak nem 200 fiatal küzdött a labdáért és a gólokért a 2 nap során. A versenyben lányok és fiúk egyaránt medencébe szálltak. A szervezők nem titkolt célja a vizes közeg megszerettetése a gyerekekkel, és hogy biztosítsák a folyamatos utánpótlás bázist az egyesületben. Megszerettessük, vagy megmutassuk egyáltalán, hogy létezik a vízilabda, és mindenféleképpen, hogyha úgy adódik, akkor szeretnénk visszalátni pár gyereket a vízlabda klubnál. Az iskolások között, főleg a lányok körében sokan most próbálták ki először ezt a sportot. Nagyon jól éreztük magunkat, és szerintem tök jók voltunk, és szerintem van esélyünk a nyerésre. A fiúk között már többen kipróbálták ezt a sportot, és azt is meg tudták fogalmazni, hogy számukra miért jobb a vízilabda, mint az úszás. Vízben van, mert szeretek úszni, meg szerintem innen mindenki, és meg az, hogy van benne labda, és nem csak simán úszni kell. A sulipóló bajnokságon 2 korcsoportban versenyeztek a gyerekek, mind a 2. osok, mind a 3. osok között a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és gimnázium csapata bizonyult a legjobbnak. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Vincenapi borünnep, kedvező évre készülnek a borászok. Teltház, 1200-an voltak kíváncsiak a 10 éves Zsikó zenekarra. Bemutató, egy új keserédes vígjáték a Német Színház színpadán. Magyar Kultúra napja, 12-szerre rendeztek vers és prózamondó fesztivált Tolnán.
Kedden borongós idő lesz, tartós kiadós esőkkel, késő délutántól északnyugatira forduló erős, olykor viharos lökésekkel is kísért széllel hideg front érkezik. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.